Üdvözlünk mindenkit a Freak Show vadonatúj rovatában! Mostantól minden második vasárnap a legérdekesebb horrorfilmes híreket hozzuk el nektek, legyen szó premierekről, forgatási infókról vagy friss bejelentésekről, mi mindenre megpróbálunk majd kitérni, vágjunk is bele az első részbe, kezdődjön a horror hírek! Új képek kerültek ki a netre az az második felvonásának forgatásáról. A fotókon a jó öreg Pennywise láthatjuk, ahogy egy Paul Bunyan szobor vállán üldögél boldogan. A könyvet ismerők tudhatják, hogy a szobor egy jelentőség teljes szerephez jut majd a filmben. A Torontóban jelenleg is forgó alkotásban már az első részben látott gyerekek felnőtt verziói kerülnek a középpontba, akik 27 év után újra kénytelenek szembeszállni Pennywise-zal. Főbb szerepekben láthatjuk Jessica chastain James McAvoy-t és Bill Hader-t, de a gyerekseregnek sem kell Intenünk, hiszen ők is felbukkannak majd néhány flashback formájában. Az az második fejezetét az előző részt is jegyző Endi Musetti rendezi, és 2019. szeptember 5-én fog a magyar mozikba kerülni. Annyi év után Chuckit is érte a hollywoodi reboot átok, a modortalan baba egy teljesen új történetben kell újra életre, kicsit kitekerve az eddig ismert eredet sztoriát. Ezúttal vuduzás és sorozatgyilkos lélekvándorlás helyett Chucky egy modern játékbaba lesz, akinek átkódolják a programját arra, hogy erőszakos legyen és káoszt csináljon maga körül. Útját keresztezi majd egy csapat gyerek, akik megpróbálnak szembeszállni az őrült babával. A filmet az az producerei jegyzik, a rendezői székbe pedig a Polaroidért felelős Lars Clive berget és a forgatás állítólag már most szeptemberben el fog kezdődni. Igen, tényleg kifejezetten szarul hangzik ez a chip katonákra hajazó felütés egy Chucky filmhez, még a tehetséges készítők ellenére is, de szerencsére nem kell csüggednünk, mivel az igazi Chucky sem tűnik el a sűjesztőben, ugyanis megalkotója már gőzerővel dolgozik egy jövőre várható tévésorozaton, amiben a vörös genyó folytatva az eddigi filmek sztoriát tovább szedi áldozatait, és őt ismerve még akár a ribútra is tehet majd egy-két gúnyos megjegyzést. Alig, hogy elhagyta a mozikat, már be is lett jelentve, hogy érkezik a hang nélkül második része. Tény, a hang nélkül az év, sőt az utóbbi évek egyik legjobb és legegyedibb horrorfilmje, de talán pont ezért nincs értelme több bört lehúzni róla, ám akár csak a filmben lévő szörnyek, a stúdió emberei is megugrottak a fülüket megütő hangok hallatán. Jelen esetben a mozi pénztárak csörgése volt a kiváltó ok, amiért rohantak, hogy kiszipolyozzák a hang nélkült az utolsó cseppig. A mindössze 17 millióból készült és világszerte több mint 300 millió dollárt kaszáló horror második részének premierjét már be is jelentették, ami 2020. május 15-én lesz esedékes. John Krasinski, aki az első rész rendezője és főszereplője is volt, elméletileg visszatér a folytatásra, de nemrég azt nyilatkozta, hogy el tudja képzelni azt az esetet, hogy másnak adja át a stafétát a direktori székben. Ti mit gondoltok, tényleg szükségünk van több hang nélkülre? A texasi láncfűrészes jogai egy ideje a levegőben lógnak, így több stúdió harcol éppen, hogy megkaparintsa magának bőrpofát. Erre jelen állás szerint a Legendary Entertainmentnek van a legnagyobb esélye, akiknek szikla elképzelései vannak a maszkos őrült jövőjét illetően. Több mozifilmet akarnak készíteni, feltehetőleg újra gondolva az egész franchise-t, amíg mellé egy sorozat is párosul majd, szóval terv az van bőven, már csak az a kérdés, hogy tényleg sikerül -e tető aláhozni az üzletet, ezt követően viszont bőrpofa rajongói rendesen nak kényeztetve Szeptember 4-én elindult Amerikában a Purge TV sorozat, a sztori természetesen ugyanaz, mint a filmekben, évente egyszer, mikor lemegy a nap, Amerikában mindenki olyan büntényt követhet el, amilyet csak akar, beleért vagy gyilkosságot is, és mindezt következmények nélkül. A tíz részes első évad egy ilyen éjszakát mutat be, különböző társadalmi rétegeket képviselő karakterek szemszögéből. Ha ügyesen nyúlnak hozzá a készítők az alapanyaghoz, még egy egész érdekes sorozatot is kaphatunk, ami a filmeknél részletesebben bemutathatja a féktelen bűnözéssel teli éjszakát, mi mindenképpen le fogjuk csekkolni. Már nem kell túl sokat várni a Halloween bemutatójáig, aminek legfrissebb trélere ezen a héten debütált a világhálón. Fontos megjegyezni, hogy ez a film kukába dobja az eddig felhalmozott részeket, és az első Halloween egyeneságú folytatásaként fog funkcionálni. Ahogy az ebben a videóban is több hírből kiderült, mindenhonnan ömlenek a rebootok -ok és rimékek, így Myers papa új vérfürdőjének egyik forgatókönyvírója kicsit aggódva várja a premiért. Az eddig főleg vígjátékokban utazó Danny McBride elmondása szerint tisztában van vele, hogy az fajta újragondolások nagyon jól, de igen rosszul is elsülhetnek, de ő nagyon bízik benne, hogy a Halloween esetében az előbbi lép érvénybe. Reményei szerint senkinek a gyerekkorát nem fogják tönkretenni ezzel az új mozival. Erre minden esély megvan, hiszen a rendkívül tehetséges David Gordon Green dirigálta a filmet, az eredeti halloween jegyző John Carpenter pedig kreatív konzultánsként vett részt a munkálatokban, sőt, még a filmzenéért is ő a felelős. Mi rendkívül bizakodva várjuk a halloween ami október 25-én érkezik a hazai mozikba. Ennyi fért az első horror hírekbe. Ha tetszett a videó, jelezétek nekünk egy lájkkal, like illetve ha még nem csatlakoztatok a Freak Show hordához, iratkozzatok fel a csatornára. További hírekért pedig keressetek fel minket a Facebookon, Instagramon vagy akár a Twitteren. Két hét múlva újabb horrorfilmes infokkal érkezünk, de még addig is lesz bőven új videó a csatornán, szóval lesz miből válogatni, tehát hamarosan újra találkozunk, na sziasztok!